mai konferencia egyik fontos eleme lesz, amit nem lehet és nem is szabad elkerülni, ugye a social media, magyarán a közösségi média. Én Erdély Norbert vagyok, a hírlevél szoftver.hu tulajdonosa. Meggyőző szöveg, csali tanulmány, feliratkozás és e-mail sorozat értékesítéssel. Ez egy elég egyszerű és klasszikus, a küldéseket időzíteni kell, és minden legyen előre megcsinálva. A mai előadásomban arról beszéltem, hogy mi az a hat terület, amin változtatnod kell, sőt inkább amit kontrollálnod kell ahhoz, hogy a weboldalad megfeleljen az idei trendeknek. És én azt látom, hogy ez a nap legfontosabb üzenete, hogy nézd meg, hogy mi változik a piacodon, és reagáld le a változásokat, és merj változtatni, merj megcsinálni a dolgokat, és azért nagyon jó, hogy itt vagyunk, mert itt lehet tanulni. Én is nem egy előadót hallottam, akitől olyan dolgokat jegyzeteltem le, amit biztos sehol máshol nem tudtam volna meg, ha nem jövök el ide. Vida Ági vagyok, internetmarketing tanácsadással foglalkozom. Abban segítek, hogy azok az anyukák, akik online vállalkozást szeretnének indítani, ők megtalálják annak a módját, hogy hogyan tehessék ezt meg. Ahhoz, hogy felépíts egy követői bázist, ahhoz viszont már középtávon azért kell dolgoznod. Úgyhogy én ezért sorolom a középtávú módszerek közé, mert éri előzetes munkálatot azért igényel az, hogy neked innen mindig jöjjenek és nézzék a blog bejegyzéseidet. Mindenki észrevette azt, hogy most már változnak a dolgok, egyre kevésbé működnek a régi megoldások, és egyre inkább szükség van olyan új látásmódra és olyan új taktikákra, szemléletre, ami nélkül 2010-ben már nem élhet meg egy online vállalkozás. Sziasztok, Jacenko Laci vagyok. Most az a szép, hogy az online bizniszben van egy ilyen nagy univerzum egyesítő képlet. Ez rendkívül egyszerű, mégis mindenki, vagy nem mindenki, de mondjuk így a 80-90%-a azoknak, aki ebbe belevág, az ezt totálisan elfelejti így két másodperc után, amikor így más dolgokkal kezd foglalkozni. Mi ez? Ez kérlek szépen a látogatottság, szorozva ajánlat, szorozva konverzió, egyenlő pénz. Az emberek az alapján szeretnek vásárolni, hogy összetudnak-e bizonyos termékeket hasonlítani mással. Viszont egy marketinges alaptézis az, hogy a konkurenciák kizárása érdekében próbáld meg lehető legkevésbé összehasonlíthatóvá tenni magadat másokkal. A tartalom az első, de a megfelelő kulcsszavak sokat segítenek. Ugyanis nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a közösségi oldalak, tehát gondolok itt például a Facebook rajongói oldalra, vagy fanpage-re, vagy a Twitter, mind-mind be vannak indexelve a Google-be. Tehát, hogyha megfelelően alkalmazod és használod őket, akkor te linkeket építesz magadnak, és hogyha megtanítod a követőire, hogy továbbítsák a te üzeneteidet és a te tartalmadat, akkor bővülnek a linkjeid. És bővül a jelenléted. Sziasztok, Tóth Mihály vagyok a NetCreative BT-től. Én a mai napról a Cseri Krisztának az előadását szeretném kiemelni. Krisztának nagyon sok olyan gondolata volt, hát úgy érzem, hogy az én üzletemet is fogja segíteni. Molnár Ferenc webkukkoló. És Papp Zoltán Energiapark. Az Online Marketing 3.0 konferencián vagyunk, ahol a social media, és azon belül is a szövegírás a social médiában volt a mi témánk, amiről közösen adtunk ma elő. De, hogyha olyan értéket tudsz teremteni, olyasmit tudsz adni, hogy azt mondják, hogy te és a nevedre emlékeznek, az arcodra is rád emlékeznek, akkor te cserélheted a terméket és a szolgáltatást magad mögött. Figyelnünk kell mindig, hogy milyen új technikákat kell alkalmazzunk ahhoz, hogy a 3-4 hónappal korábbi eredményeket akár ismételni vagy hozni tudjuk. A mai napon azt emelném ki elsősorban, fantasztikus előadásokat hallhatott az, aki itt volt. Akit kiemelnék talán Csernovölgyi Krisztina és Jacenko Lászlóknak az előadása nagyon tetszett, nagyon értékes dolgokat adtak. Ezt most úgy mondom, mint hallgató, aki itt ült a sorok között. Lehettek ti azok a példák, akiket mondjuk majd mi, mondjuk egy év múlva elmondunk sokszor ennyi embernek. Borzasztó könnyű elsőnek lenni egyébként. Egy-két cég van, akiről tudom, hogy érdemes csatlakozni hozzájuk, mert annak ellenére, hogy semmi közük az online világhoz, meg teljesen ettől független szegmensben dolgoznak, borászatban, és mégis hihetetlen jól alkalmazzák az elmúlt 3 hónapban a közösségi média elemeit. Sziasztok! Horváth Ernő vagyok a WebSeo Kft-től. Professzionális webáruházak készítésével foglalkozunk. Most itt vagyok az Online Marketing 3.0 Marketing Torta konferencián, ahol a Facebookról és a Facebook üzleti felhasználásáról tartottam előadást. Magyarországon 900 000-nél is több aktív tagja van az oldalnak.
Ez gyakorlatilag az előző előadásban ugye láthattuk, hogy 8000 volt, ez is egy helyes szám, ez kb. 3-4 héttel ezelőtt volt. A magyar internet felhasználók harmadának lassan lesz ökantja a Facebookon, tehát hogyha itt megjelenünk, akkor potenciálisan elérjük a harmadát azoknak az embereknek, akik Magyarországon interneteznek. Szervusztok, Urbáczik András vagyok, a WordPress videós. Az én képzéseim azok arról szólnak, hogy én ezt nektek, szigorúan nem informatikusnak, nem programozónak, hanem földi halandóknak, én ezt megtanítom. Természetesen picit részletesebben, meg belemélyemben mélyebb dolgokba, mert most itt az egy órában azért minden nem fért bele. Több mint 100 fő előtt beszéltem a WordPressről, és igazából a webes megvalósításról, arról a készségről, arról a tudásról, hogyha valaki megszerez, akkor ténylegesen egy fél nap alatt komplett kampányoldalakat, komplett weboldalakat létre tud hozni, és ezzel erősíteni tudja a saját webes megjelenését és a saját üzletét. Vevőket tud ezzel a tudással szerezni. Sziasztok! Kisznyér Ádám vagyok. A Marketing Torta 3.0 konferencián vagyunk. Személy szerint nagyon sok hasznos információt megtudtam eddig a konferencián. Mindenkinek nagyon meleg szívvel ajánlom ezt a jövőben. Az előadók közül eddig mindenkitől nagyon pozitív tanácsokat kaptam, amit valószínűleg hasznosan fog tudni alkalmazni az üzleti életben is. Gólein Attila vagyok, Székesfehérvárról, örülök, hogy eljöttem, hiszen sok olyan apróságra derült a fény, amivel már találkoztam, de nem tudtam rá megoldást. Most újabb ötleteket kaptam, úgyhogy teljesen át fogom gondolni a meglevő oldalaimat, és beültetni azokat az információkat a gyakorlatba, amiket mai nap alkalmából szereztem. Kovács Otto vagyok, az otiz.hu Kft-től. Időgazdálkodási szakértő vagyok, és a mai Online Marketing 3.0 rendezvényen egy kicsit ezt a fajta területet is figyeltem. Azt gondolom, hogy jól vizsgázott a rendezvény, minden időben lezajlott. A szakmaiságát tekintve a közösségi média terület számomra egy új terület a marketing eszközök tekintetében, és azt gondolom, nagyon sok hasznos információval lettem gazdagabb. Én csak gratulálni tudok a szervezőnek, Tibornak, és nagyon sok új tanácsadót véltem felfedezni ezen a területen, akikre azt gondolom, hogy hamarosan nagyon komoly szerepet lehet majd látni és kapni a közösségi média marketing területén. Köszönöm az előadóknak, hogy eljöttek és átadták az értékes tudásukat, sok-sok év tapasztalatát. Köszönöm a közönségnek, hogy interaktívak voltak, nyitottak voltak és befogadóak voltak. Amennyiben azt gondolod, hogy számodra is értékes lehet egy olyan konferencia, egy olyan rendezvény, ahol az előadók sok-sok év tapasztalatát adják át számodra, akkor nagyon sok szeretettel várok a következő rendezvényünkön. További információkat a www.marketingtorta.hu alatt találsz. A következő rendezvény az 2010. április 16-án pénteken lesz, fókuszban a webáruházak néven. Erre a rendezvényre mindenkit szeretettel várok, akit érdekel az internetes kereskedelem.